érkeztünk ide. Sajnos a technika megviccelt minket. Mentünk a két gyorsasági szakaszt, jól is sikerültek. A gumink nem nagyon melegedett meg, kicsit elgumiztuk magunkat, de annak ellenére jó eredményt értünk el a két gyorsasági. A harmadik gyorsasági végénél sajnos a motor meghibásodott, és feladni kényszerültünk a versenyt. Lehetőségek, új világ. Gyakorlunk, próbálkozunk, és reméljük, hogy a végén boldogan megyünk haza. De szerintem mindenkiben megfordul ez a gondolat, hogy szeretne egy ilyet kipróbálni, de nem is megfordult, és megvalósul. Az első kör nagyon rossz volt, a második kör sokkal jobb, és valószínűleg a harmadiknak már jó lesz. Toljad! Itt a nyomó, menjél befele a nyomra! 150, majd sima bal, második táblától végben jön a lassító! Ugye az első százalnyitó verseny volt, és mi idén mentünk elsőnek szlikgumival, és ugye új beállításokkal is mentünk. Egy tesztnek fogtuk fel, hál' Istennek nagyon jól sikerült az egész verseny. 70 helyen jönni akartunk egy jót, úgy nézett ki, hogy jót is jövünk, és elnéztük egy jobb kettőt, és kicsit becsüktünk az árukba, szétnéztük, poroltunk egy kicsit. Kategóriában második helyen végeztünk, és akkor én szeretném a Zoli barátommal, aki a navigátorom is egyben, szeretném a serlegünket felajánlani azoknak, akiknek ezt köszönhetjük, hogy most itt vagyunk, és hogy ezt az eredményt elértük. Először is az anyaegyesületünknek, a Full Auto SE-nek és Dolinak nagyon köszönjük, a PSA Motorsportnak is, Árpinak és Arninak. Nagyon jó eredményt értünk el, az autó az egyre jobb csak, tehát nem tudok mit mondani. Álom és öröm, ez volt most a hétvége, és akkor a serlegünk az igazából a Doli, Árpi és az Arné. Köszönjük, srácok, köszönjük mindent! Párossal érkeztünk. Ugye azt tudjátok, hogy nem mindegyik párosokra mi szerelünk, viszont az egyesületünk színeiben 9 darab páros indult. Ennek nagyon örülünk, főleg annak is amúgy, hogy a Rally 3-as versenyzők megtalálták a kis csapatunkat, és amúgy a Rally 3-as bajnokságot is tudjuk kicsit népszerűsíteni. Ez szerintem egy nagyon jó dolog.
Itt a Rally 2-ben tulajdonképpen maradtak a fiúk, illetve a Marton Zoltánék becsatlakoztak a körünkbe, a saját kis Citroen C2 R2 Maxunkat bérlik erre a versenyre, hogy pozitíva a csapat eddig a pillanatig.